Sziasztok, pajtik! Sziasztok, gazdik! Tudjátok, nálunk otthon nem lehet. Tehát amikor kimegyünk a futtatóra, ott igen, ott lehet gödröt ásni. Otthon a műfű nem alkalmas erre, de itt ez a finom homok, ez kiváló. Mind a három kutyát érdekli a homok, és mind a hárman nagyon tudják ásni a gödröt. Igazi gödörművészek. Na meg persze hát az ugrálás, mert az is nagyon fontos nekik. A reggeli műszakunk nagyjából ezzel telik el. No meg azzal, hogy átvizsgáljuk a görögdombot. Hát, ha járt erre valaki idegen, és ilyenkor lehet bokorba futni. Mert otthon nem lehet, arra nincs elég hely. Itt viszont bőven van. Tehát ez a mi délelőtti programunk. Aztán délután jön a második sétánk. Ilyenkor kimegyünk az új futtatóra. Ott nem engedi a gazda, hogy nagyon ássunk. Azt mondja, az nem illik. De hát tudjátok, van itt más játék is. És itt jönnek képbe az a sok-sok haver, akivel itt szoktunk találkozni. Többnyire elsőnek szoktunk kiérni, tehát mi választunk helyet, illetve mi találjuk meg, hogy hol bandázzunk, mert három rész is van, tehát itt nagy banda gyűlik össze, sokan vagyunk. Na és hát ugye az a hely, ahol mi lakunk. Itt többnyire nem szoktak velünk a gazdák játszani, de azért néha előfordul. Ma is ilyen napunk volt. Mama gazda labdát dobált nekünk, és mi nagyon ügyesek voltunk. Még vissza is adtuk. Na hát tudjátok, érdekes dolog ez a labdázás. El lehet vonulni vele, szét lehet rágni, sok mindent lehet vele csinálni. Aztán itt van ez a röfögő szörnyűség. Pokoli hangja van. Vaddisznó, azt mondta a papa. De hát, tudjátok, mindegy. Rágni lehet. Sőt, arra van kitalálva. De hát, ilyenkor, amikor mindenki ráér, ilyenkor jól esik egy kis otthoni játék is. Csak most pillanatnyilag még a Lili bent alszik, de megjött, hát már itt is van.
Ő a csontrágás művésze, ő nagyon szereti a csontot rágni. Majd látjátok ti is. Nos, így tengetjük mi a napjainkat itt a rendesi falkában. Nézzétek a képeket még, mi már pihenünk, mert közben beesteledett, gazda pedig elvonult filmet csinálni. Tehát mi pihenünk, pihenjetek ti is, szép holnapi napot mindenkinek. Sziasztok, pajtik, sziasztok, gazdik. Jó szórakozást kívánunk filmünkhöz!